Sziasztok, Fanni vagyok, és a mai nap megmutatom, hogy milyen könyveket vettem ki eddig a könyvtárból idén. A 2023-as terveim közé tartozott, hogy beiratkozzak a könyvtárba, amit így 5-6 év kihagyás után meg is tettem, ugyanis én korábban nagyon-nagyon hosszú évekig rendszeresen jártam könyvtárban, még anyukám iratott be, amikor óvodás voltam, vagy elsős, vagy valahol ott körül, és utána tényleg rendszeresen jártam a könyvtárban, rengeteget kölcsönöztem onnan, még középiskolában is. Aztán, ahogy egyetemista lettem, ez így elmaradt, meg az egyetem elején kevesebbet is olvastam, akkor főleg már saját könyveket olvastam, és így valahogy kiesett a könyvtár, aztán meg amikor saját keresetem lett, akkor meg úgy voltam vele, hogy bőven veszek annyi könyvet, mint amennyit olvasok, szóval minek a könyvtár. Csak most eljutottam odáig, hogy most így felévelőben van az, hogy mennyit olvasok, tehát egyre több könyvet olvasok, viszont pénzt annyira sokat nem akarok költeni rá, meg annyira nem is fenntartható az, hogy megvegyek egy könyvet, amit egyetlen egyszer olvasok el, és mondjuk még esetleg nem is tetszik annyira. És ezért gondoltam azt, hogy beiratkozok a könyvtárba, mivel ezzel sokkal több könyvet elolvashatok, kicsit olyan vásárlás feelingje is van egyébként, amikor bemész a könyvtárba, és akkor ott keresgélsz a polcokon, és bármit elhozhatsz, csak nem kell érte pénzt fizetned. Jó, kivéve azt a minimális beiratkozási díjat, amit ki kell fizetni egy évre, de ez is csak 10 000 forint úgy, hogy Budapesten bármelyik tagkönyvtárat használhatod, tehát egyáltalán nem nagy összeg ahhoz képest, hogy mostanában sajnos már 2 könyv kerül ennyibe. Na szóval újra könyvtározó lettem, és bele is vetettem magam, sok könyvet kivettem, viszont nem tudtam mindet elolvasni, meg is mutatom, hogy mik azok, amik olvasatlanul fognak visszamenni a könyvtárba. Kicsit szégyellem magam, hogy kihozom a könyvet, aztán olvasatlanul visszaviszem, de igazából annyira nem nagy katasztrófa, főleg mert valahol van is valami statisztikájuk, hogy milyen könyveket vesznek ki, és nehogy úgy járjanak szegény könyvek, amiket soha nem vesznek ki, hogy megszabaduljanak tőlük. Ezért nem baj az, hogy nálam csücsülnek 2-3 hónapig, anélkül, hogy elolvasnám őket, de azért próbálok itt is tudatos lenni, hogy azokat veszek ki, amiket el akarok olvasni, csak hát van, hogy nem minden a tervek szerint alakul, mert bejön egy-két nem tervezett olvasás, és az felborítja az egészet. Az első könyv, amit könyvtárból vettem ki, és el is olvastam, az A Repeta volt, ez egy képregény, egy szakácsos képregény, egy szakács lány áll a középpontban, aki saját éttermet szeretne nyitni, és felfedezi azt, hogy ha megeszik egy bizonyos varázsgombát, akkor vissza tud menni az időben, és meg tudja másítani a döntéseit. Viszont ez egy ilyen nagyon csúnya spirálba kerül, és aztán ahhoz képest, hogy az elején milyen kis cuki történetnek tűnt, egy kicsit ilyen sötétebb csavar is lett a végére, de én nagyon szerettem, és ez egy nagyon gyorsan ledarálható képregény volt. Aztán ott van az Ég, ami egy sárkányos történet, én kifejezetten ezért vettem ki, mert sárkányok, viszont sajnos annyira nem tetszett, nem tudtam kapcsolódni egyik főszereplőhöz se. Azt tetszett, ami a közepén volt, csavarszerűség, meg úgy igazából a sztori se volt rossz, de én nem éreztem azt, hogy ez ilyen annyira nagy szám lett volna, vagy annyira átütő erejű lett volna. Lehet, hogy csak rossz hangulatban olvastam, vagy nem nekem való. Minden esetre elolvastam, vissza is vittem ezt is, meg már a Repetát is, és igazából egy sárkányos olvasásnak jó volt, hogy bővítsem a sárkányos olvasásaimat, de olvashattam volna mást is helyette, ami jobban tetszik. Aztán itt van az Aurora Rising, amit a könyvkemping alatt olvastam közösen Andival. Ez egy sci-fi történet, frissen végzett kadétokat követhetünk nyomon, akik küldetést hajtanak végre, és hozzájuk csapódik egy lány, aki 200 évet hibernálva töltött. És ez az osztag olyan, hogy nagyon különböző elemekből épült fel, és igazából így a szám kivetetteket rakták össze, akiket mindenki utoljára választott volna, mivel a csapatkapitány, aki kiválasztja őket, nem vett részt bizonyos okokból a választási folyamaton, és mindenkinek sok nyugja baja van azzal, hogy hát őket senki nem választotta, meg a vezetőnek is baja van azzal, hogy ő selejt osztagot kapott, és ez egy kicsit tovább húzódott, mint kellett volna, pedig mindenki iszonyat zseni ebben az osztagban, és igazából ők a legjobbak, csak
Csak fárasztó tini dráma kicsit, meg én kicsit úgy éreztem, hogy túl fiatalos akar lenni ez a könyv, és annyira nem megy neki, kicsit ilyen erőltetettnek, ezért nehezen indult be nekem, de aztán ugye a második fele környékén már beindult, és a végére meg tetszett, volt benne egy eset, amire én nagyon nem számítottam, meg nagyon tetszik az egésznek a komplexebb része, amit kitaláltak így ellenségképnek. Nem azt mondom, hogy eredeti, mert nyilván már nagyon sok ilyen volt, de nekem tetszik. Van egy síp, akiket szeretek, és így várom, hogy mi lesz velük a következő kötetekben. Plusz még van egy másik csaj, akitnek nagyon szerettem Zirának a részeit, pedig ő nagyon-nagyon keveset szerepelt, sajnos, de remélem, hogy a továbbiakban majd ő is több szerepet fog kapni. Ja igen, mert ez a könyv ez úgy van, hogy a legénység szempontjából követjük az eseményeket, méghozzá úgy, hogy minden fejezetben más, tehát az összes emberként végig megyünk, és mindenkinek a fejébe bepillanthatunk egy keveset. Aztán, amit még a könyvtárból vettem ki, és el is olvastam, az a Szél árnyéka Zafontól. Ez egy márciusi közös könyv a BTKK-ban. Márciusban mágikus realista könyveket olvasunk. Ez is az, bizonyos szempontból. Kibeszélünk még nem volt, mire kimegy ez a videó, de majd, hogyha lesz, akkor utólag belinkelem. És igazából nem bántam meg, hogy elolvastam. Nagyon fura volt a kapcsolatom ezzel a könyvvel, mert volt, hogy kifejezetten untam, és volt, hogy annyira berántott, hogy csak így pörögtek az oldalak. Igazából szerintem ez azon múlt, hogy éppen milyen paszban ültem le, mennyire voltam fáradt, mennyire volt kedvem így lelassulni, odafigyelni. És még ami a bajom, hogy ez igazából egy ilyen krimis, detektív história, romantikus szállal, meg családregénnyel, meg kicsit sötétebb részekkel bevegyítve, meg háború, meg minden, szóval, hogy ez egy nagyon nagy mix, de összességében kicsit ilyen, hát talán szomorkásabb, vagy kicsit ilyen sötétebb hangulatú a könyv, bár vannak benne egyébként egész jó poénok, amiken jókat mosolyogtam, de hogy nekem ez ilyen őszi könyv, őszi hangulata volt, és szerintem ezért is volt nehézkes így tavasszal olvasni, hogy most jön a jó idő, napsugarak, pesgés minden, és hogy így nem nagyon voltam hangulatban, hogy ennyire lelassuljak és bekuckózzak, de amúgy meg ez szerintem egy ilyen tökéletes bekuckózós könyv. És akkor jöjjenek azok a könyvek, amiket még nem olvastam el, és sajnos közülük több is most már kb. Biztos, hogy olvasatlanul fog visszamenni a könyvtárba. Az egyik ilyen a Szelidítsd meg Róbert Katalintól. Én tőle még nem olvastam semmit, és amikor meglettem a könyvtárban, akkor nagyon megörültem neki, hogy ó, ez teljesen rövidke, ez nagyon jó lesz majd a könyvkempingre olvasni. Viszont úgy jártam, hogy a könyvkempingben egy bizonyos mamma keresztül húzta a számításaimat, és inkább azt olvastam. Ezért erre nem maradt idő, most pedig hát nagyon sok minden mást elkezdtem olvasni, ugye itt volt a Szél árnyéka, amit megmutattam nektek, hogy mennyire vastag, és mivel BTKK-s vállalás volt, ezért muszáj volt elolvasni. Aztán elkezdtem a Dave Abad trilógiát, aminek az első kötete nagyon-nagyon tetszett, és most inkább azt akarnám folytatni, és a második, harmadik kötet is iszonyatosan vastag, úgyhogy nem fogom tudni elolvasni ezt a könyvet addig, amire vissza kell vinni a könyvtárból, mivel már kétszer meghosszabbítottam, és nem tudom többet, és most még lesz egy mangvatonunk is a jövő héten, szóval így kizárt sajnos, hogy ezt el tudjam olvasni addig. Hasonló a helyzet a Keeper of the Lost Cities-zel, amitől én egy ilyen kicsit ilyen Harry Potter, Nevermore mixet vártam volna, hogy valami olyasmi lesz a történet, és nagyon-nagyon szimpatikus, igazából az internet dobta fel nekem egyszer, amikor rákerestem egy teljesen másik könyvre ezt a sorozatot, és akkor nagyon megtetszett, és nagyon szimpatikus lett. Ez angolul van, ezt is úgy terveztem, hogy a könyvkempingre tökéletesen beleillik, bár kicsit hosszabbnak tűnik, de nagyok a betűk és nagyok a sor között, szóval annyira nem brutál hosszú ez a könyv se. Csak hát ezzel is úgy jártam, hogy a könyvkempingben nem fél bele, mert elterelték a figyelmemet, és hát a Dave Abad, meg a Mangvaton. Szóval ezt is visszaviszem a könyvtárba, és majd pár hónappal később kihozom újra, amikor
elolvastam azokat a könyveket, amiket most nagyon-nagyon el szeretnék olvasni. A tavaszi TBR-omban ugye sok ilyen könyvet említettem, amik most nagyon prioritást élveznek, és már nagyon olvasni szeretném őket. És bár erre kíváncsi vagyok, de egy sorozatnyitó, és hogy őszinte legyek, nagyon nem kéne most már tényleg új sorozatot elkezdenem. Aztán itt van a romás ember, amit szintén Andi ajánlott, és engem nagyon érdekel, meg az öcsém miatt meg is van nekem a második, harmadik rész, ugyanis ő olvasta még talán könyvtárból, vagy nem is tudom honnan az elsőt, és aztán megvette magának a második, harmadikat, csak aztán hozzám kerültek. És itt van a polcomon az a két kötet, de még az elsőt sem olvastam, és igazából engem nagyon érdekel, valószínű, hogy nagyon tetszene, mert olyan fantazi, ami nekem való, viszont nézzétek meg, hogy azért ez se rövidke, és hát most választhattam, hogy a Dave Abadot olvasom, vagy ezt olvasom, és hát a Dave Abadot kezdtem el olvasni, szóval valószínű, hogy a rovás ember az majd így nyárra, vagy őszre fog tolódni, és most egyelőre olvasatlanul vagyok kénytelen visszavinni. Aztán itt van a Tűzszárnyak, ami egy sárkányos könyv, méghozzá úgy sárkányos, hogy sárkány fiókák benne a főszereplők, és ezt el is kezdtem olvasni, ahogy láthatjátok, eljutottam kemény 86. oldalig, de valahogy nem voltam hangulatban, amikor én ezt elkezdtem olvasni, és így nem volt hozzá kedvem, meg nem is tetszett annyira. Szerintem ennek most adok egy kicsi esélyt, mert a Mangvaton kezdetéig, amikor felveszem ezt a videót, még van 2 napom, és nem akarom elkezdeni már a Dave Abad második részét ebben a 2 napban, ezért szerintem megpróbálok ezzel haladni, hát ha beránt egy kicsit, mondjuk van egy olyan problémám, hogy ebből az egyik nap az egy szombat, viszont megyek egy hosszú túrára, szóval amellett nem hiszem, hogy utána lesz energiám olvasni, csak így ki fogok dőlni, mert tényleg hát a jelenlegi fizikai állapotomhoz képest szerintem kicsit fölé lövünk a dolognak, de mindegy, jó lesz, csak cserében hulla leszek, és nem tudom, hogy mennyi energiám lesz tényleg ehhez a könyvhöz, meg a húgom is nálam lesz, de azért megpróbálok haladni vele, meg tényleg próbálok új esélyt adni neki, mert sárkányok, és Matilda nagyon szereti, és ami Matildának tetszik, az általában nekem is szokott tetszeni, főleg, ha ilyen fantaziról van szó. Szóval nem, megpróbálok újra neki rugaszkodni. És még ami nálam van, azt a Mangvatonra vettem ki. Ez a 2 kötet a Vampire Knight című mangának az első és második kötete. Nekem valahogy kimaradt nagyjából az életemből így tini koromban a Vampire Knight, pedig ki is adták magyarul. Nem tudom, hogy az egészet kiadták-e, de nagyon sok részt kiadtak magyarul, plusz volt belőle anime verzió is, amire emlékszem, hogy az egyik barátnőm nagyon szerette, de én belenéztem, és nekem annyira nem jött be, és nem is sokat néztem belőle. Szóval ez így valahogy kimaradt, de most úgy voltam vele, hogy szeretnék magyar nyelven is olvasni, meg mangát is szeretnék olvasni, nekem ez ilyen komfortzónából kilépős lesz, mivel manga magyarul van, és ráadásul még romantikus is, nem nagyon szoktam romantikus mangákat per mangákat olvasni, szóval meglátjuk, milyen lesz, remélem tetszeni fog, de ahogy láthatjátok, nagyon kis vékonyka, szóval mindkettő, szóval nagyon gyorsan le lehet őket zavarni. Aztán ha tetszik, akkor ki tudja, elmegyek a könyvtárba és kiveszem a többi részt is. Tehát ezeket a könyveket zsákmányoltam eddig idén. Amiket olvastam, azokból volt, ami nagyon tetszett, volt, ami kevésbé. Igazából mondjuk tök jó, hogy az Égiet könyvtárból vettem ki, és nem megvettem, mert megvenni pénzkiutatás lett volna, mert nem tetszett annyira. Viszont így van egy élményem, hogy elolvastam, és ilyet is olvastam. Szóval jó dolog ez a könyvtár. Tuti, hogy még sokat fogok menni idén, próbálok így kicsit takarékoskodni pénz szempontjából. Mondjuk annyira sokat nem takarékoskodtam eddig, mivel vettem egy nagy rakat manvát, amik drágák, főleg úgy, hogy én koreaiul vettem meg, amiket megvettem, és hát a szállítási költség hozzá az nagyon brutális, nagyon-nagyon megdobta. Még így is ott vagyok egyébként, hogy kb. Így annyit fizetek, mint amennyibe kerül egy angolul megjelent manva kötet átlagban, csak mivel megvettem a teljes Noblesse sorozatot, amit már nagyon-nagyon várok, hogy megjöjjön, az 25 kötet, ezért hát brutál, tényleg most gondoljatok bele, hogy egy 16 kilós csomag Koreából ide,
Hát szegény pénztárcám sír, ezzel már így kb. Kimaxoltam az éves könyvvásárlási keretet, hogyha adnék meg ilyet, még jó, hogy nem adok meg ilyet, majd ki tudja, lehet majd túlórázok többet, és akkor több könyvet vehetek, meglátjuk. Minden esetre jó dolog ez a könyvtár, lehet vele spórolni, ha az ember nem olyan idióta, mint én, hogy manvákra költ. Minden esetre egyáltalán nem bántam meg, hogy beiratkoztam a könyvtárba, és meg is próbálom a maximumot kihozni belőle. Plusz még az is nagyon király, hogy igazából nekem semmiben nem került, ugyanis kafetériából lehet könyvtári olvasójegyet is venni. Aki nem tudta, az most már tudja, és használjátok ki nyugodtan, mert ez adómentes. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy találkozunk a következőben. Sziasztok!